ősök, az első századi egyház, sőt az egész egyház történelem emberei drága árat fizettek volna, hogy abban az időperiódusban élhessenek, amiben te vagy. Hogy minősítsem ezt, mert néhányan közületek ugyanak, hogy ó, rendben, nem értem, mire gondolsz, szörnyű hetem, bocs, nem értem, hogy ez mit jelent. Nos, a proféciák és az események beteljesedésének elsöprő koncentrációja, amiket szemmel láthatunk, arra engednek következtetni, talán az első századtól eltekintve Jézus első eljövetelével, ami nagy dolog volt, úgy értem, egy hétvégén belül legyőzte a bűn, démoni erőket, halált. Te mit csináltál múlt hétvégén? Rendben? A második eljövetelről beszélünk, ami az elragadtatás, az antikrisztus, a háború, az összes ítélet bevezetője, ami Izrael megváltásával tetőzik. Jön a király, aztán 1000 éves béke királyság, és ez elég nagy dolog. Nem gondolod, hogy földrengésszerű váltás a kultúrában, így nemzetközileg? Azt hiszem, már a csúcsán vagyunk, hogy lássuk ezeket az eseményeket, a szülési fájdalmakat, ahogy Jézus nevezte. Ma elviszlek egy utazásra, amelyben én leszek az idegenvezető, és megmutatom, milyen lesz az 1000 éves királyság. Senki sem beszél erről, szó szerint értendő. Nagyon sok vita volt már erről, az emberek azt hiszik, hogy egy elképzelt, félrevezető kép a jövőről, ami gyenge elmélyű, tudatlan emberek találtak ki, akik reggelente felkelve mankóként használták a hitet, és hamis önértékeléssel élték a jelentéktelen életüket. Hagyj állítsam vissza az órát a második világháború idejére. Az elmúlt 100 évben a világ több háborút tapasztalt meg, több technológiai fejlesztést, több kulturális változást, mint azt valaha az emberi történelem más időszakaiban. Ezeket nem én mondom, hanem kutatók, történészek, archeológusok, és azok az emberek, akik a néhány elmúlt év időszakát túllépve lenyűgöződtek az emberi találékonyságtól, de az emberi pusztítástól is. A második világháborúban, különösen az atombomba bemutatkozásakor, teljes automata fegyverek finomításával, repülőgépekkel, olyan időszak volt, amikor az emberek meglátták, hogy olyan gonoszság van a bolygó felszínén, mint a zsidó nemzet példátlan teljes faji irtással. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a Marvel képregények gyökereit a zsidó látás, amely egy remélet hősről szól, ott találták meg. Nem tudom, hallottatok Stan Lee-ről, Jack Kirby-ről, akik a Marvel képregényeket írták, és normális embereket használtak fel, akik sugárzásnak voltak kitéve, vagy különleges ajándékuk volt, de nem voltak szuper emberek. Ezt azért tették, hogy a világ emberei jól érezzék magukat egy olyan hősi figurától, akivel azonosulni tudnak. Egy zsidó elméből pattant ki, és nagyon sok zsidó embernek, aki túlélte a holokausztot, az egyik túlélési mechanizmusok az volt, amit a koncentrációs táborokban használtak, hogy viccekkel szórakoztatták egymást, hogy meneküljenek a borzalmak elől. A második világháború után a zsidók visszatértek az életbe, ha képesek voltak, ha túlélték, ezt folytatták, és nagyon sok zsidó ember a szórakoztatóiparban, a komédiában találta meg az útját, mert nagyon jók voltak benne, nagyon sok dolgot adtak a világnak, amiket ma te és én láthatunk Hollywoodban és más helyeken. Ez az igazság. De a dolog, ami ironikus, ahogy Pál mondja a Róma 9.1-ben, hogy Isten zsidókkal kötött szövetsége által van neked és nekem a piszkos disznóvevő hitetleneknek. Tehát ezáltal lettünk beoltva az olajfával, ami egy, nem egy hit alapú fa, amit Izrael biztosít neked. Ez nem azt jelenti, hogy őket kigyomlálták, és így teljesen más fával helyettesítették. Nekünk az a kiváltságunk, hogy beoltattunk ebbe a fába. Az sem jelenti, hogy az összeságot eltávolítják, mert közülük sokan már hittek, és sokan hinni fognak. De a Biblia előre mutatja a remény idejét, amikor a Messiás visszatér, és számos zsidó számára ez az első visszajövetelt jelenti, mert ők nem úgy hisznek az első visszajövetelben, hogy mi tesszük 2000 éve, hogy ő megalapítja a királyságát ezen a földön, hogy mindnyájan lássuk kormányának tökéletességét.
Jason diákat fog feltenni. Előteszem be, Jason, merre vagy? Visszatértél? Igen, látom, hogy integet. Jason és én csapatként dolgozunk együtt, járunk mindenfelé. Jason legalább annyira tagja a szolgálatnak, mint bárki más, aki a pulpitusnál áll, vagy aki tanít. Szóval, mi az 1000 éves királyság? Nézzük meg nagyon gyorsan. Millennium két különböző szóból áll, a milléből és az annumból, két különböző latin szó, melyek együtt millenniumot jelentenek, amit 1000 évet jelent. Miért 1000 év? Miért nem 1000 év? Ez hosszú idő. Bőven elegendő, hogy teszteld a kormányzásodat, nagyon sok idő, hogy teszteld az oktatási rendszert, az új politikai rendszert, a bűnüldözési rendszert, rengeteg idő, hogy minden rendszert tesztelj, és bemutatod a Földnek, nemzetközileg is jó, nem csak helyileg, ezért van 1000 évünk erre. Ez hatalmas idő a Földnek, hogy hozzászokjon a közel tökéletességhez, ebben a még mindig bűnös és bukott testi világban. Beszélni fogunk róla. Millennium előtt mi el leszünk ragadva, természetesen, még akkor is, ha közbeni vagy utáni elragadtatásban hiszel, akkor is már el lettél ragadva. Szóval ha ezekben hiszel, közbeni vagy utáni, mi mind jó csapatban vagyunk, legalábbis abban egyet tudunk érteni, hogy Jézus a millennium előtt visszatér. Rendben vagyunk ezzel. Még a zsidó barátaink is azt fogják mondani, hogy igen, ez nagyon, nagyon jó, mi is egyetértünk veled, rendben. Tehát ők is egyetértenek. Mit csinálsz, ha van 1000 éved? Nos, megmutatod a világnak a tökéletesség maximumát, a legjobbat, ami valaha volt egy bűnnel teljes testi bukott világban. A legjobb, ami valaha volt. Képzelj egy napot. Van egy tökéletes királyunk, nincs korrupció. Tökéletes kormányzás, nincs korrupció. Képzelj egy olyan jogrendszert, ahol nincsenek korrupt bírák. Nincsen korrupt esküdtszék, nincsenek rossz indulatú emberek. Az ügyvédeknek valóban van lelkismeretük, rendben? Képzelj egy gazdaságot. Felejtsd el Dow Jones tőzsdét és a többi vesztes. Nagyon gyenge ahhoz képest, ami lesz, rendben. Tökéletes oktatási rendszer. Tökéletes egészségügyi rendszer, gyógyszerek, orvosok, gyógyszerészek, akik dicsőíteni akarják Jézus. Képzeld az utazási rendszert, képzeld az ajánlatokat, de hát a légitársaság, ha egyáltalán létezik majd a millenniumban. Környezet. Felejtsd ezt a klímaváltozásos képtelenséget az emberekkel, akik azt akarnak tenni, amit csak akarnak. Képzeld el Jézus klímamozgalmat, hogy Jézus rendelt el. Jó, nézzük meg, mert tudom, hogy vannak itt szkeptikusok. Az 1000 év csak szimbolikus jelképes beszéd, csak betették ide, nem igazán tudunk róla sokat. De hadd játszom az ügyvéd szerepét, egy jó ügyvédét, a millennium tényleg 1000 év. Tényleg szó szerinti, vagy szimbolikus jelképes, ahogy sokan mondták, akik korábban éltek. Hagyom, hogy ti ítéljétek meg annak alapján, amit olvasni fogunk Jelenések 20:1-6-ig. Erőteszem be, ez az üzenet úgy lett eltervezve, hogy reményt adjon neked, hogy bátorítson. Akármint mész keresztül, akármilyen kihívásokkal nézel most szemben, semmi, ami az életedben keletkezik, semmi sem vetekedhet az elkerülhetetlennel, hogy tapasztalni fogsz a jövőben, és innen jut eszembe a millennium, csak a bevezető. Még el sem kezdtünk beszélni az új égről és új földről, ami később jön. Rendben? Mondjuk, hogy épp elvesztetted az állásod, a szeretted elhagyott, kiderült, hogy beteg vagy, nagyon ritka betegséged van, csak egyetlen egy orvoson, akinek az a neve, hogy Shashik Rabadab, és ő Hyderabadban lakik, ő az egyetlen, aki meg tudna operálni, de nem tudsz bejutni hozzá a következő 5 évben. Szóval nem tudod, mit tegyél. Mondjuk, hogy te vagy ez a személy, semmi amelyet nem kell aggódnod, a vég miatt tudva, hogy Isten miket ígért a jövőre nézve. Jelenések 20:1-6. Láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög, a sátán, és megkötözte 1000 esztendőre. Mennyi időre? 100 év? 1000 év. Levetette az alvilágba. Úgy tűnik, hogy itt szó szerint értendő, szóval miért térnénk le? De tegyük a vita kedvéért, folytassuk. Levetett az alvilágba, bezárta, pecsétette rá, hogy meg ne tévessze a többi népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő.
Azután el kellett oldoztatni egy kis időre. Szóval világosan van meghatározva az idő. Nem tudom, mit akar a Biblia itt metaforával bolondítani minket. Minden esetre folytassuk. Láttam trónokat, ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak, azoknak a lelkei is, akinek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és Isten igéjéért, ez szó szerint értendő, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, nem vették fel az ő bélyegét homlokukra és kezükre, ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Közvetlenül az 1000 év elindulása előtt beszél itt. Szóval nem érdekes, hogy egy perc alatt belekerülünk abba, amit feltámadnak mindazok a szentek, akik mártír halált haltak, és mindazok az igaz lelkűek, akik meghaltak a nyomorúságban. Többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az az eresztendő. Ez az első feltámadás. Ez a millenium előtt van, és persze a második feltámadás, amikor mindazok a hitetlenek, akik megítéltetnek, a tűz tavába dobatnak. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalmas második halálnak, hanem az Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendei. Szóval ez az egyetlen hely a Szentírásban, a millenium konkrétan meghatározott 1000 év abban az időszakban. Minden megiratott róla az Ószövetségben, csak egy példát mondok arra, hogy miben hittek a zsidók Jézus idejében erről a feltámadásról. Szóval kövess engem, tehát ezzel el fogunk menjünk. Tehát amikor mi elmegyünk, a hívőket elragadták, a világ 7 éves nyomorosságon megy keresztül, a zsidók hitre térnek, aztán még jobban hisznek, amikor Jézus visszatér, meglátják, akit által szegeztek és siratják, mint ahogy egyszülő gyermeket siratják, mint nemzet elfogadja Jézus. Ez a profécia, de nagyon sok ember hívővé válik, tonnányi ember, számos nemzet, és közülük sokan fognak meghalni a hitük miatt. Mindnyájan életre fognak kelni, amikor Jézus visszajön, és ők bemennek a millenniumba. A zsidó látás a végső időkről szintén az volt, hogy az Ószövetség szentjei, mind egészen Ádámtól a nyomorúságig, mindazok a zsidó szentek, akik hittek Istenben, szintén feltámadnak, aztán bemennek a királyságba, vagy a millenniumba. Valójában itt van egy pillanatkép, a teológia kiszivárogtatása. Mártában János evangéliumában, valójában, ha itt van a Bibliád, János 11.24, Márta mondja Jézusnak, Márta ezt mondta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ez az ő ideológiája zsidóként egy családtagról, aki elhunyt. Szóval van egy elvárása és reménye Lázárról, hogy fel fog támadni az utolsó napon, a második eljövetelkor, aztán bemegy a millenniumban, ez a zsidó teológia. Szóval ez egy zsidó elképzelés volt. Van néhány dolog, amit erről szeretnék mondani, aztán egy időgéppel elmegyünk a jövőbe, és meg fogom mutatni, amit tudunk, de ez egy megszentelt elképzelés lesz ebben a játékban, hogy bátorítsalak, és hogy egy ötletet adjon, hogyan beszélj a barátaiddal, családtagjaiddal, mert a Biblia ígéreteket tesz egy jövőről, ami sokkal jobb, mint bármely emberi lény el tudna létezni, képzelni. Egy pillanatra álljunk meg itt. Hagy állítsalak egy kihívás elé. A Föld és a Föld emberei épp most próbálnak összejönni egy olyan mozgalomhoz, amit globalizmusnak nevezünk. Azt ígérik, arról beszélnek, hogy jobbá tudjuk tenni ezt a világot a képességeinkkel, bölcsességünkkel, a találékonyságunkkal. Környezettel fogjuk kezdeni, ezzel fogunk dolgozni, aztán váltunk a gazdaságra, dolgozunk rajta, megpróbálunk egyenlőséget hozni a jólétben. Van az ötleteink technológiával, influenceken keresztül a közösségi médiába, rá tudjuk venni az embereket, hogy függővé váljanak a szónoklataiktól, mert az emberek válaszolni fognak, ha szép ruhába öltöztetjük őket, vannak hírességek, kedvenc zenészek, énekesek, akik hatással vannak az emberekre, hogy egy meghatározott módon gondolkodjanak, ez megy Sydneybe, Tokióba, Cape Townban, London, Berlin, New York, São Paulo, Brazíliában. Ugyanaz a mód. Egy nagy büféasztalt kínálnak a reményből, miközben a Biblia királya mosolyog a sarkon, azt mondván, szép próbálkozás.
nem fog működni a tiéd, katasztrófa lesz a vége. És azt hiszik, hogy a Biblia egy vicc, mégis a Biblia folytatja és szó szerint beteljesedik. Figyelj oda rá, és ki a bolond az egyenlet végén? Kinek lesz jobb verziója a reménységről? Amit tenni szeretek, szeretem elvenni mindazt, amit a világ kínált, és azt mondom, én elfogadom ezt az érvet, de tudtad, hogy a Biblia még jobban elmondja ugyanezt a jövőre nézve? Tehát itt van egy dilemma. Mire teszed fel a lelked? Arra teszed fel, amit a világ kínál, ami mellesleg minden 5 évben változik? Lehetetlen, nem is marad meg. Vagy arra teszed fel a lelked, amit a Biblia mond, és törvényszékileg elemezzük a már beteljesült proféciák történetiségét és megbízhatóságát. Ez egy vicces játék, ha vala is ki szeretnéd próbálni a barátokkal. Szóval már is mondok néhány ügyvédi dolgok, aztán egy kis reményt adunk nektek. Rendben? A proféták beszélnek erről. Fel fogok olvasni néhány szöveget a Bibliából, szóval gondolhatod, hogy János nem a levegőből vette, hogy aztán csak így bedobja az új szövetségbe. Ez valójában a zsidó koncepció. Ézsaiás 2:4. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. A Sion hegyéről beszél. Özönlenek majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, tanítson meg minket útjaira, hogy az ő üsvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaiból kapákat, lándzsékből pedig metszőkéseket csinálnak, nép-népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Igazság és békesség áramlik ki a fővárosból, amit Jeruzsálemnek hívnak. Jeremiás 23:5-6. Eljön majd az idő, így szól az Úr, mikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. Tekintette az izraeli körülményekre, nagyon jó lenne ezt a beszélgetést sok zsidó ember lefolytatni, amit én már eddig is megtettem. Ők el akarják hinni ezt, de a trauma és a helyzet annyira elsöprő, most szinte lehetetlen, hogy megértsék. Dániel 7, ez igaz, ez meg fog történni. Lenyűgöző, nem? Nos, ezt még többször el fogom mondani, mikor elvégezzük az időgép gyakorlatot, milyen lesz ténylegesen a millenniumban. Dániel 7:13-14. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely el nem múlik, és királyi uralma nem semmisül meg. Ez Dániel könyve. Zakariástól olvasok, még aztán tovább lépünk néhány másik szövegre, hogy befújjuk a szkeptikusok száját, akik szerintem millenium csak egy kitalált, metaforikus, hamis reménység, meseszerű remény. Zakariás 14:16-20. Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a király seregek ura előtt, és megünneplik a lombsátrak ünnepét. Látjátok, megünneplik a zsidó ünnepeket, mert Izrael lesz a világ szuperhatalma, és a zsidó messiás király Jeruzsálemen állomásodik, végrehajtja az ítéleteket összhangban az összes ígéretekkel, amit Isten adott az ősi Izraelnek. Ha pedig a föld valamelyik népe nem megy el Jeruzsálembe, hogy deboruljanak király seregek ura előtt, az nem. Ott nem lesz eső abban az országban, szóval lesznek következmények. Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amely az Úr azokat a népeket sújtja, melyek nem mennek el megünnepelni a lombsátrak ünnepét. Így bűnhődik majd Egyiptom, és így bűnhődik minden nép, mely nem megy el megünnepelni a lombsátor ünnepét.
Erőt eszemben ez a zsidók ünnepek egyike, ami egybevág és arányos a proféciával, már is beszélünk róla. Azon a napon a lovak csengetyőin is ez álmad, az Úr szent tulajdona. Az Úr házában még a fazekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kenyhek. Jeruzsálem és Júdában minden fazék a seregek urának szent tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson meg, bármelyiket elővet és főzhet benne, attól naptól fogva nem lesz többé kereskedő a seregek urának házában. Ezzel azt mondja, hogy nincs korrupció, nem lesz gonosz. Az apostolok vágytak erre, rendben? Egy vers, Apcsel 1:6-7-ig nézzük meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebbe az időben állított helyre Izrael országát? Mondd meg nekünk. Tudni akarták. Nézd, értjük a küldetésedet, váltságdíjul adod az életedet a bűneinkért, legyőzöd a halált, a bűnt és a démoni erőket. De mi van a királysággal? Jó lenne, ha uralkodnál és irányítanál. Így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, sokkal jobbat adok nektek. Eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában, sőt, a föld végső határáig. Mi ezt az álmot éljük. Isten, gondolj bele! Az ősi időben ott volt a frigyláda, és az Úr Jahveh Sekina dicsősége ült rajta, és annyira szent volt, hogyha egy személy megérintette, egy villámcsapás, és meghalt. Ez egy robbanó erő. Emlékszel arra az esetre, amikor frigyládát nem helyesen vitték? Valaki kinyúlt, hogy megmentse, az Úr eljárja, kiment, és szegény srác meghalt. Alapvetően más hülyesége ölte meg őt. Minden dicsőség, ragyogás és erő, a Sekina dicsőség a hívőkben lakik. Pünkösd után a Szent Szellem ereje benned lakik. Ugyanaz az erő, ami a frigyládát beborította, a frigyláda Isten jelenléte, Isten szelleme benned lakik. Ez csak úgy lehetséges, hogy szent edény vagy. Úgy kell magunkra gondolnia, hogy valójában vagyunk. Mi valójában Isten gyermekei vagyunk, mi valójában igent mondtuk a megváltás folyamatára, és Isten szelleme bennünk él. A gondolatai olykor a te gondolataiddá válnak, olyan dolgok érdekelnek, amik normális esetben nem kellene, hogy érdekelnek, mert őt érdekli, téged is érdekel, normális esetben nem teszel meg bizonyos dolgot, de most megteszed, elérsz embereket, mert Isten szelleme biztat. Vannak olyan dolgok, amikről soha nem undorodtál, sőt a bűnben részt vettél benne, most undorítónak tartod, és nem akarsz semmiben részt venni. Hogy magyarázza ezt a folyamatot? Pszichológián keresztül? Nem. Isten szelleme lakik benned, és ez egy lenyűgöző ajándék, és sokan elhalasztjuk ezt reggel, amikor felébredünk. Képesek vagyunk, hogy azt mondjuk, Istenem, használj ma a te dicsőségedre, készen állok az útra, te vagy a vezető, érezzél jól magunkat, miközben a királyságodat fejlesztjük itt a földön. Ez egy fantasztikus dolog, egy fantasztikus ajándék. Nem lenne elég, Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok tudni az időket. Ez csak jobb lesz. Ezt mondod, azt gondolod, hogy ez jó, de egyre jobb lesz. Néhány ember hiszi, hogy nem lesz millenium. Amillenistáknak hívják őket, nem millenniumiak, mint a kultúrában, hanem amillenniumisták, akik nem hisznek az ezer évben. Ha az elmélet igaz, hadd mondjam így, ez csak egy nagy csomó elképzelt nyelv, amit a korai egyház mondott, beteljesedett János napján, mindig is így volt, Rómáról, Róma üldöztetéséről beszéltek vége lett, és nem lett millennium. Ez egyfajta remény szimbólum, az emberek remény szimbóluma. Hogy mondjam el a következményt, aztán a valóságot. Először is a következmény. Mennyien voltatok a Yad Vashem múzeumban Jeruzsálemben? Rendben, néhányan. Besétálsz, és az első kiállítási stratégia, amit látni fogsz, az a stratégia, amit Hitler használt, az egyházakat használta fel a náci retorika terjesztésére. Hogy tette? Azt mondta, hogy az egyház helyettesíti Izraelt. Izrael megbukott a küldetésében, ezért most az egyházat hívják, hogy helyrehozza, amiben Izrael elbukott.
Majd vádat emelt Izrael és a zsidók ellen a messiás meggyilkolásával, és megvádolta őket, amiért nem adták át, és nem értettek egyet az új szövetség egyes igazságaival, és így tovább bekeretezték őket. Az addig már létező helyettesítő elmélet valóban fellendült, és megengedte az embereknek, hogy igazolják a lelkiismeretüket, sérült lelkiismeretüket. Ne feledd azt, hogy megöljék a zsidó embereket. A másik része ennek, amire rá akarok pillantani, hogyha az első századi gyülekezet betöltötte a jelenések könyvét és a proféciákat, amiket ismerünk, és a millennium csak egy szimbolikus látomása azoknak az embereknek, akik nehéz időszakon mennek keresztül a reményről, akkor miért kommentálja a korai egyház, és miért számít rá még mindig a jövőben? A harmadik ponthoz szeretnék lépni. Jason, ez csak egy példa, a korai egyház megvédte a millenniumot. Ireneusz az Eretnekség ellen című művéből származik. Ezt a második században írták, méghozzá a harmadik századhoz elég közel. Nézd, mit mond. Ha ez csak egy kitalált dolog, ami az első században megvalósult, akkor valóban nincs millennium. A megjósolt áldást, tehát vitathatatlanul a királyság idejéhez tartozik, mikor az igazak uralkodnak halálból való feltámadásokkor, mikor a teremtés is, miután megújult és szabaddá vált, gyümölcsözni fog mindenféle táplálék bőségével, az ég harmatából és a föld termékenységéből. Mint a vének, akik látták János az Úr tanítványát, elmesélték, hogy hallották tőle, hogyan tanította az Úr ezekről az időkről. Miről beszél? A második eljövetelről, a millenniumban. Ez egy gyönyörű jövő. Készen állsz egy utazásra? Készen állsz egy időutazásra? Rendben. Ez fog történni. Új testet fogsz kapni, irányítani és uralkodni fogsz Jézussal való a Földön. Ki akarja az őslakosok területét? Valaki? Én Észak-Svédországot akarom. Rendben. Mi olyan jó a millenniumban? Először is a legjobb királya van. A legjobb királya. Ézsaiás 11:1-5, veszőszál hajt ki Izsai törzsükéről, hajtás sarjat gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, bölcsesség, értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűséggel. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a föld száján, földet száján a botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekán a követ, csípőjének köve pedig hűség. Ő lesz a legjobb király. Akit a világ látott. Mert tökéletes lesz, tökéletes uralkodó. Képzeld az Egyesült Államok elnökeként Jézus. Képzeld, milyen lenne az ország. Sátán megpróbálja magát királyát tenni a megpróbáltatások idején, imádtatja magát a nemzetekkel, katasztrófával végződik. Dolgok nagyon sok problémát fognak okozni a poál ítéletekkel, és Jézusnak vissza kell jönnie. Azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, szájával, szavával elpusztítja őket. El tud képzelni a világ valószínűleg, hogy mindenféle rakétákat fog kilőni, lehet, hogy nukleárisat fogják a fegyvereket lőnek rá, Jézus tenni fog vissza, és azt mondja, nem. Láttad vala a Matrix című filmet, ő feltartja a kezét, és az összes golyó megfagyasztán lezuhan. El tud képzelni, Jézus mit tud tenni? Ettől kezdve abszolút tökéletes királyként megalapozza az uralmát és uralkodását. Igazságos lesz, de gondoskodik a rászoruló emberekről is. A legjobb két politikai rendszer tökéletes keveréke, ami elvezet engem a kettes ponthoz, a legjobb kormányhoz. Ézsaiás 2:2-3, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítélkezni fog a nemzetek között, és sok népet megdorgál. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsaikból pedig metszükéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Korábban már olvastuk ezt a szakaszt. Nincs több korrupció a bíróságon, a törvényhozó rendszerben. Bűnözők.
mert ők még mindig képesek lesznek a bűnre, valódi ítéletet fognak kapni, és a bűnözési arány mindig alacsony lesz. Börtönök olyanok lesznek, mint a hotelszobák, mert nagyon sok hely lesz. Nem lesznek álhírek, zavargások, szélsőségesek, nincs késleltetési az útlevél kérelmek esetében. Képzeld el. Harmadik, a legjobb dicséret, hogy imádatod, Isten tisztelet. Azt gondoltad, a tegnap jó volt, az is volt. Valójában itt az ütem, és ironikus, de arra gondoltam, hogy a mai milleniumi stílusú dicséret volt, milleniumi szintű. Lehet, hogy a millenium első dicsérete itt lesz ebben a gyülekezetben ezzel a csoporttal. Ez a minta, látod? A legjobb dicséret. Jeremiás 31-34. Eljön az az idő, ez az új szövetség, így szól az Úr, de új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Figyelj az új frissített új szövetségre. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem milyen lesz ez a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesz. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismeri meg az Urat, mert mindenki ismeri fog engem, kicsinek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Nincs többé halott vallás. Nincs többé rutin és eleget tevés minden követelménynek, nincs hamis önértékelés és Isten érzékelése. A zsidóknak személyes kapcsolatuk lesz Jézus Krisztussal ugyanazon a szinten, mint ahogy neked már megvan. Gondolj bele, te most bármivel Jézushoz fordíthatsz, ha téged kapcsolatban vagy vele. És ez dinamikusan elérhető minden nap, egész nap 0-24-ben. Rájöttél, hogy mit van? Do you realize rájöttél, hogy minden ős Jézus előtt, még a judaizmusban is, ha Izraelben jársz a zsidók közösségben, te ma azt mondanád, hogy személyes kapcsolatod van Jézussal, akkor úgy tesznek, micsoda? Ő Isten, te nem ugorhatsz ugye ölébe, hogy gyerünk, szórakozzunk. Ő szent. Hát, muszáj sok jó dolgot tenned, vallásos dolgokat. Ha csak nem ismered Jézust. Van néhány dolog, ami legalább annyira jó, mint a millenium. Megvan benned az Istenség teljessége, ami a Szent Szellem ereje által most benned lakozik. Ez egy olyan dolog, amit hangsúlyoznunk kell. Tudod, lesz egy templom, lesz egy Isten tiszteleti templom a millenniumban, ahol áldozatokat fognak hozni, nem az engesztelésért, hanem az imádatért. Reflektálni fognak Jézus kereszten elvégzett áldozatára és munkájára az emberi történelemben. Az embereknek szükség van egy vizuális emlékeztetőre, hogy a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz való kapcsolódás érzését keltsék, hogy szellemben és igazságban dicsérhessék, megértsék és azonosulhassanak azzal az áldozattal, amelyet Jézus értük hozott, mert 1000 év, vagy akár mondjuk 470 millió év után elkezdhetett természetesnek venni a dolgokat, és ez az egyik dolog. Ezékiel 40-44 fejezetében nagyon részletes templomot mutat be méretekkel. Ha metaforikus lenne, miért lenne ilyen részletes? Itt egy diagram, amely ezekkel a méretekkel készül. Ez a negyedik templom. Az első templom Salamoné volt, a második templom Zorobábelé, amelyet Herodes újított fel. Ez a második templom. A harmadik templom az, ahol a nagy nyomorúságban az Antikrisztus bemegy és rágalmaz. Ez természetesen negyedik, egyben utolsó templom, miatt az új égbe, új földre menni, a maga Jézus a templom. Elképesztő. Rendben, a negyedik, a legjobb oktatás. Itt kezdünk landolni az időnket tekintve.
A legjobb oktatás, Ézsaiás 2:3. Jön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Nincs többé összecsapott tanterv. Mindenki számára egyenlő hozzáférés az oktatáshoz, anélkül, hogy fizetni kellene. Rendben? Lesz diákhitel ebbe az időszakban? Nem. Még Bernie is azt fogja mondani, hogy ez nagyon lenyűgöző. Ha valaha hívő lesz, nem tudom. Gondolj bele, az oktatási rendszer Jézus által lesz vezetve, és felelősségteljesen, őszintén bevonja az összes tudományt, mindenféle politikai manipuláció vagy társadalmi kísérletek nélkül. Néhányan ezt a programot fogjátok futtatni valahol, mert ti fogtok irányítani és uralkodni Jézussal. 5. A legjobb gazdaság. Csak egy sorozatlövést adok, hogy mi várható a jövőben. Ámos 9:13-15, eljön majd az idő, így szól az Úr, mikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, most csurog majd a hegyekről, folyik mindenütt a halmokról. Látod a bőséget? Jóra fordítom majd népemet, Izraelnek a sorsát. Elpusztult városokat fölépítik, és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetnek, és isszák azokból, hát a millenniumról beszél. Kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, melyet nekik adtam, ezt mondja az Úr, a Te Istened. Mit szeretek ebben az az, hogy van egy szántás, ami általában októberben kezdődik. Meg kell várni az aratógépet, így amikor az végzik, amely júliusban jön, az tapossa a szőlőt, azt fogja tapasztalni, hogy a vetőgép még mindig új magot vad, mert ebben az időszakban olyan nagy a termékenység, hogy a dolgozók folyamatosan dolgoznak, és nem tudnak lépést tartani. Millenniumi gazdaságnak a helyzetének lesz egy G görbéje, és a föld összes valutájának, vagy a közös valutájának az értéke nem tudjuk, folyamatosan emelkedni fog. Gazdaság és jólét lesz mindenki számára. Úgy értem, gondolkozz el ezen. Nézd meg, mi van most ez a látomáshoz képest. Ez meg fog történni. Te is a részese leszel. Nagyon izgalmas. A 6. a legjobb egészség. Ezeket gyorsan fogjuk átvenni. A legjobb egészség. Ézsaiás 33:24. Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek. Mindaz a bűnös életmód, amelyet jó gondolkodással, jó fizikai egészséggel ismertek, jó lelki egészséghez vezet, és a betegségek csökkenni fognak. Nincs drága egészségbiztosítás. Nincs több egészségügyi szakember, akivel össze kell hasonlítanod az árakat. Ez lesz a legegészségesebb időszak, mint az emberiség történelme valaha is ismert. Nincs sátán, démonok, ez bónusz. Olvastuk korábban Jelenések 20:1-3-ban, láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála egy nagy lánc a kezében, megadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög sátán, megkötözte 1000 esztendőre, levetette az alvilágba, bezárta, pecsétette rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, míg el nem telik az 1000 esztendő, aztán el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Miért akarsz ennyi után eljátszani azzal? Miért nem tört el? Miért nem szabadult ki? Nem kell megjavítanod. Zárójelmélet folytatnánk. Gondold át. 1000 év minden tökéletes. Sátán és démonai meg vannak kötözve. Az egyetlen dolog, ami megtörténhet, az az emberi test, amely a föld színén él, bűnt követett el és rendet mondhat. Nincs mentség az ördög vagy a démonok hibáztatására. Egy idő után Isten azt mondja az ezred fordulón átmenő emberiségnek, ez az utolsó lehetőség.
Láttad, milyen a tökéletesség egy bűnös, pukott világban olyan emberekkel, akiknek még mindig megvan a testük. El fogom engedni Sátánt, és adok neked egy utolsó esélyt. Legjobbat adtam neked, és ez most a te döntésed. És azok, akik Sátán követését választják, megtehetik, a pusztulásuk elkerülhetetlen. Azok, akik még mindig hisznek, azt mondják, igen, ez valós, érdemes követni Jézust, továbbra is követni fogjuk Jézust. Ez a világ utolsó szűrője minden ember számára, amit Jézus irányít, minden, ahogy Jézus irányít minden dolgot a Földön. És ha még mindig nem akarod Jézust, akkor ennyi. Ez az, amit Sátán képes elérni. Utána az elkerülhetetlen, nagyon buta emberek végén ítélkeznek, majd nem sokkal később a tűz talába dobják őket, ahhoz szenvednek. És azt mondják, ó, ez annyira megérte. Na mindegy. Világbéke még az állatvilágban is, ez a 8. Ézsaiás 11:6. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, ez most lehetetlen. A párduc a gödöjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek. Kisfiú terelgeti őket. Bedobnád gyermekedet az éhes, egzotikus állatok barlangjába, és megkérnéd, hogy vezesse őket. Persze, hogy nem. A tehén a medve vével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát teszik, mint a marha. A csecsemő a vipera lyukánál játszadozik, az elég elválasztott gyermek mérges kígyű üvegbe dugja. Szia, kobra, hogy vagy? El tud képzelni? Nem egy mangúz, ez egy gyerek. Nézd ezt a kis aranyos orrot. El tud képzelni a nyelvet és a fogakat. Nézd, ez egy kép a legveszélyesebb vadállatokról, a legsebezhetőbb emberekkel, például gyerekekkel, és olyan béke lesz, hogy többé nem kell aggódni ezektől a veszélyektől. Ez egy gyönyörű kép. Rendben, zárjuk be a boltot, aztán bátorítalak, mit jelent ez neked ma. Menjünk egyenesen erre a diára. Először is, mit jelent ez számodra ma itt Orange megyében? Beültél az autódba, úgy döntöttél, hogy eljössz a gyülekezetben, Isten tiszteletet tartunk, mert egy ilyen furcsa vickó tart prédikációt, semmi más nem számít. Hadd mondjam el, mit nem hallottál, vagy hallottál, ne hagyj figyelmen kívül, amit most mondok neked. A kapcsolatod Istennel a mai napon meghatározza a jövődet. Amiben ma hiszel, az lesz a jövőd. Tehát, ha azt mondod, hogy nem tudom, hogy állok Istennel, akkor holnap se fogod tudni. Ha azt mondod, hogy hiszek Jézusban, akkor holnap is hinni fogsz. Kemény időszakokon mehetsz keresztül, de holnap is hinni fogsz Jézusban. Ha azon a meggyőződésem, hogy azt mondod, most nem vagyok kész arra, hogy kötelezettséget vállaljak, nem tudom, hogy állok Jézussal, akkor holnap is így lesz. Mi van, ha történik valami? Mi lesz, ha történik valami? Jobb, ha felteszed a lelked most valamire. 2 Timóteus 2 azt mondja, ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is. Látod az ellentmondás? Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk ő is megtagad minket. Az általunk betöltött pozícióról, vagy általában az emberekről beszél, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Ő az, aki számíthatsz rá. Tehát, ha most azt akarod mondani, szeretném megújítani a Jézussal való kapcsolatomat, és megérteni, miről beszélsz, sekin a dicsőségről, ami napi szinten vezet, történetmondó lehessek a körülöttem lévőknek, hogy csodákat lássak magam körül, hogy lássam, hogy Isten felhasznál engem királysága építésére, ez az egyszerű igen. Ez az igen átvisz a holnapban. Ha azt mondod, most nem vagyok kész, megvárom a jövőt, akkor holnap is ugyanígy lesz, és még mindig vársz. De mire? Mire? Mi vesztenivalód van? Ugorj bele! Mondj igent Jézusnak! Ez az első. A mai kapcsolatod Istennel meghatározza a holnapod. A második, ha a lelkeddel játszol, veszíteni fogsz. A ház mindig nyer. Nem hiszel nekem? 2 Korintus 6:1-2. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja.
Ha a lelkeddel játszol, veszíteni fogsz. Ez az utolsó néhány szavam. Tavaly ezen az úton mentem keresztül. Tegnap bevallottam, hogy vannak tudatalatti bálványok, amelyeket követhetünk ebbe az életben. Tudatalatti bálványok azok a bálványok, amelyekről nem gondoljuk, hogy azok olyan dolgok, amit önmagunkról való gondoskodás, edzőterembe járás, a család, gyerekeink szeretete, szolgálatszeretet. Mindezek jó dolgok, amiket a társadalom dicsér, és azt mondja, igen, ezt tennünk kell. Szeretek a katonaságnál lenni, szeretem szolgálni hazát, de azon kaptam magam, hogy ezekkel az egyenletekkel nem szolgálom Istent szenvedélyesen. Azon kaptam magam, hogy ezeket a jó dolgokat szolgálom, és olyan kapcsolatot találtam magam Istennel, ami nagyon furcsa volt. Úgy éreztem, már nem ismerem őt. Úgy éreztem, hogy mindent a saját testemben, a saját erőmből csinálok. Arra a pontra jutottam, hogy mi ez? Nem hiszem el, hogy hagytam, hogy Jézus életem hátsó ülésén üljön, miközben én vezetem az összes többi olyan területet, amelyet a társadalom ünnepel. Kockáztattam a lelkemet, és a lelkemre fogadtam, hogy én leszek az életem mozgatórugója. Napi szinten kimaradt Isten természet felette ereje, mert imádtam őt, és hagytam, hogy ezek a területek hasznot húzzanak ebből a kapcsolatból. Ma ugyanaz a választásod, hogy állsz Jézussal. Ő azt mondja, vissza akarlak kapni. Szeretném átélni azokat a régi szép időket, mint régen. Szeretnék részt venni az imádság tárgyában. Szeretnék válaszolni az imáidra. Meg akarom mutatni a csodáimat. Áttörést akarok adni az életedben. Kihívást szeretnék küldeni neked. Szeretnék különböző környezetekbe vinni és növeszteni. Ez egy döntés, amelyet meg kell hoznod. Ha nem, akkor valami másért kockáztatod a lelkedet, és megelégszel kevesebben. Miért tennél ilyet? Imádkozzunk. Uram, a millennium gyönyörű korszak, és izgalmas, hogy ott leszünk. Jelenleg mindannyiunknak nehéz döntést kell hozni, hogy mit fogunk kezdeni a veled való kapcsolatunkkal. Konkrétan hozzátok hívőkhöz szólok a teremben. Szeretnéd megújítani kapcsolatodat Jézussal? Titkon imádkozz velem, Uram, itt az ideje, hogy újra együtt legyünk. Itt az ideje, hogy többet kapcsolódjunk egymáshoz. Uram, vezess, irányíts engem. Mutasd meg nekem. Ha ma reggel itt vagy, és még azt sem tudod, ismered el Jézust, azt sem tudod, hogy hol állsz, ha meghalsz, nem tudod, hogy a mennybe vagy a pokolba kerülsz, nem tudod, meg kell tudnod, nem kockáztathatod a lelked. Tisztulj meg, és mondd, Uram Jézus, érzem a jelenlétedet, és szükségem van rád, hogy megbocsásd a bűneimet, és ő megfogja. Ha ideig eljutottál, mondd, Uram, jöjj az életembe Uramként és megváltomként, mutasd meg, mit jelent ez, szükségem van rá, ments meg, és ő meg fogja tenni. Uram, nem érdemeljük meg mindezt, de Te választottál minket, és itt vagyunk. Köszönjük, áldunk Téged. Uram, szeretnénk látni, hogy a Te királyságod úgy jön ide a földre, mint a mennyben. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.